Io chiedo scusa. Elnézést kérek mindenkitől, akit ez rosszul érintett, hogy ismét eltiltottak a kispadról. Igazából nem értem, nem akarok bírózni, de nem értem, hogy miért nem lehet egy edzőnek a játékosait segíteni. Én soha nem a játékvezetők ellen beszélek, akkor is, amikor feldúlt vagyok, vagy éppen bevonódok a meccsbe érzelmileg, sohasem az ellenfélről beszélek. Nem értem, hogy miért kell ennyire szőrszálhasogatónak lenni, és ennyire ragaszkodni a szabályokhoz, hogyha az ember edzőként bevonódik érzelmileg a mérkőzésbe, és egy méterrel elhagyja a technikai zónát. Minden esetre túl azon, hogy elnézést kérek, mindenképpen a játékosaimat elismerés illeti, örülök az ő sikerüknek, örülök a szurkolók miatt is. Tehát, hogy mondom, 92. percben mindkét edző felfokozott hangulatban van, bizonyítja a csapatát. Nem biztos, hogy mindent meg kell hallani a negyedik játékvezetőnek, de természetesen az én hibám volt. Nem tudtuk megbontani az ellenfél felát, a szélén hiányzott a kreativitás, amikor pedig a védelem mögé kerültünk, akkor nem jó megoldásokat választottunk. Hiába játszottunk mezőnyfölénybe, nem játszottunk meg igazán jól. Vereséget viszont így sem érdemeltünk, mert én azt mondom, rá is eredmény döntetlen lett volna.